Heves hármas számú választókerületének országgyűlési képviselője fontosnak tartja az aktív jelenlétet a térségi településeken, hogy közösen gondolkodva, összefogva vigyék előre a települések fejlesztését, azok lehetőségeit. Ezért kívánnak dolgozni közösen a képviselőtestületekkel. Éppen ezen okból Szabó Zsolt országgyűlési képviselő Tenkre is ellátogatott a testületi ülésre. Tenk a hevesi járás egyik nagyon aktív települése. Az elmúlt időszakban nagyon sok dolgot megvalósítottunk. Szopkó Tamás polgármester úrral régóta dolgozunk együtt, és hát az új képviselőtestület is fölállt hölgyekkel, urakkal, korosztályban is egy nagyon aktív korosztályról beszélünk, akik tenni szeretnének ezért a településért. A prioritásokat aktualizálják, hogy minden lehetőséget megragadva tudják egyre jobb helyé tenni Tenket, ahol jó élni, jó letelepedni. Ami nagyon fontos, hogy ők látják, hogy mi az, amiben előre kell lépnünk. A közösségépítés, olyan közösségi programok létrehozása, amivel megmozgatjuk a települést. Nagyon sok gyermek születik. Egy nagy bölcsödét adtunk át az elmúlt időszakban. Nagyon jó óvodája van, azt is bővítettük, fejlesztettük, nagyon jó iskolája van, és ezen keresztül a családokat, a tenki családokat szeretnénk minél inkább közösségépítés céljából megmozgatni. Vannak még feladataik, ismerik őket. Azon szeretnének dolgozni, hogy minél jobb legyen tenki lakosnak lenni. Együttműködünk, nagyon jó a kapcsolat, és csak azt tudom mondani, hogy a jövő azt mutatja, hogy Tenk erőteljesen élni akar, fejlődni akar, bővülni akar, nagyságrendileg épülni, minél több céget letelepíteni ide, minél több munkahelyet helyben, hogy létrejöjjön vagy rendelkezés álljon. Úgy gondolom, hogy az előző 5 év is egy sikeres időszak volt, a következő 5 évben is nagyon aktív munkával szeretnénk együtt tölteni. A konstruktív együttműködés eddig is sokat jelentett Tenk életében, amelynek megtartó erejét is igyekeznek tovább erősíteni.